Üdvözöllek benneteket, gyerekek! Juhász Márta tanítónéni vagyok, a Magyar Kanizsai Jován Jovánovic Máj általános iskolából jöttem. Ma nyelvtanóránk lesz, a múlt idejű, a jövő idejű igéket fogjuk tanulni. Mielőtt azonban elkezdenénk foglalkozni a jövő idejű igékkel, átismételjük azt, amit idáig tanultatok, és tudnotok kell az igéről. Mi az ige? Az ige cselekvést, történést, létezést jelentő szó. Melyek a kérdései, a mit csinál, és a mi történik. És itt van a harmadik csoportban a létigék, a van, a volt és a lesz ige, amelyről tudjuk, hogy egy ige három időben. Melyek az ige idők? A jelen időt már tanultátok. A jelen idő az az idő, amikor a cselekvés történés a jelenben zajlik, és az igéknek nincs jele. A másik igeidő a múlt idő, a cselekvés, a történés a múltban zajlott, már megtörtént, és jele magánhangzó után két T, mással hangzó után egy T. A harmadik ige idő pedig a jövő idő, amikor a cselekvés történés majd ezután a jövőben zajlik. Lássuk akkor a jövő idejű igéket, írtam nektek néhány mondatot, és már aláhúztam bennük az igéket. Meg fogjuk tanulni. Le fogjátok írni, el fogod olvasni, tudni fogja mindenki. Az igék a tanul, ír, olvas, tud. De figyeljétek csak meg, mind a négy mondatban, mind a négy ige hogyan végződik. Mindegyik ige úgy végződik, hogy ni. Mindez mellett még egyszer vizsgáljátok meg mind a négy mondatot, és mind a négyben meg fogjátok látni, hogy szerepel ugyanaz a szó. Fogjuk, fogjátok, fogod, fogja. Ebből következik, hogy a jövő idejű igéket a nivégű igékkel és a fog segéd igével fejezzük ki. Azonban más módja is van a jövő idő kifejezésének. Újabb mondatok, és aláhúztam az igéket. Holnap megtanuljuk a verset. Mit csinálunk? Megtanuljuk. Délután leírjátok a fogalmazást. Mit csináltok? Leírjátok. A könyvet olvast később. Mit csinálj? Olvast. Majd mindenki elmondja a véleményét mit csinál, elmondja ezek az igék, de nézzétek csak meg, ezek az igék mind jelen időben vannak. Mégis a mondatok jövő időt fejeznek ki. Hogyan? Hát ott van mindegyik mellett egy-egy szó. A holnap, a délután, a később és a majd. Így már jövő időre következtetünk. Holnap megtanuljuk, délután leírjátok olvast később, és majd elmondja. Akkor hogyan fejezhetjük ki még a jövő időt? Jelen idejű igékkel, és jövő időt kifejező szavakkal. Tehát ezeket már szókapcsolatoknak nevezzük. Lássunk néhány feladatot, vegyétek elő a, az, a, a Magyar Nyelv című nyelvtankönyveteket, és a... 111. oldalon olvassuk el ezt a szöveget, és vizsgáljuk meg a bennük található igéket. Eljön majd az idő, amikor megtudjuk, hogy van-e más égitesten élet. Jobban fogjuk ismerni a természetben lezajló jelenségek okait. Még többet fogunk tudni az élő természetről. Bízunk abban, hogy az orvostudomány hamarosan feltalálja a veszélyes, eddig gyógyíthatatlan betegségek gyógyszereit. Írjuk ki az igéket ebből a szövegből. Eljön majd, megtudjuk, fogjuk ismerni, fogunk tudni. Hamarosan feltalálja, ezek az igék szerepelnek ebben a szövegben. A szókapcsolatok közül melyik szavak fejezik ki a jövő időt? Figyeljük csak meg! A majd és a hamarosan. Miért fejez ki jövő időt a megtudjuk és feltalálja jelen idejű ige? Megtudjuk és feltalálja. Azért fejeznek ki jövőidőt, mert mindkettő mellett ott van az a bizonyos szó, amely jövőidőt fejez ki. Mert a megtudjuk mellé nyugodtan oda mondhatjuk azt, hogy eljön majd az idő, amikor majd megtudjuk. Tehát a majd a megtudjukra is vonatkozik, a feltalálja mellett pedig ott van a hamarosan szó, ami szintén a jövő időre utal. írjunk különböző mondatfajtákat, amelyek jelen idejű igével és jövő időre utaló szóval együtt fejezik ki a későbbi cselekvést. Emlékezz csak, tehát az előbb tanultuk, hogy a jövő időt kifejezhetjük jelen idejű igékkel és jövő időre utaló szavakkal. Például ezután tanul. Rögtön írjunk ezzel egy mondatot, Peti ezután evezni tanul. Húzzuk is alá az igét és a hozzátartozó jövő időre utaló szót. Ezután tanul. Óhajtó mondat. Szeretném, ha később becsuknád az ablakot. Jelen idejű, ige, becsuknád, mikor? Később. Ez már jövőidőt fejez ki. Kérdőmondat. Az osztályunk jövőre kirándul? Jövőre kirándul, az ige jelen időben van, kirándul, mikor jövőre, ez jövőidőt fejez ki. És felszólító mondatot is írjunk. Júli majd etesse a tyúkokat. etesse jelen idejű ige, a majd az pedig a jövő időt fejezi ki. Tehát megoldottuk a feladatot, de ne felejtsétek helyesen kirakni a mondatvégi írásjeleket is, mert az is nagyon fontos. Most pedig folytassuk, írjunk olyan mondatfajtákat, amelyek nívégű szóval és a fog Segéd igével fejezik ki a későbbi cselekvést, tehát a jövő idejű igéknek ezt a formáját fogjuk most használni. Ülni fog. Írjunk ezzel rögtön egy mondatot. A tanteremben mindenki a helyén fog ülni. Fog ülni, jövő idejű ige. Óhajtó mondat. Bár csak Kata ünnepelni fogna. Hát ez az az eset, amit nem szoktunk így mondani, mert az ünnepelni fogna a szabály szerint, ugye így fejezzük ki a jövő időt, de az óhajtó mondatban csak így szoktuk mondani, hogy bár csak Kata ünnepelne. És egy kérdőmondat, le fogod törölni a port? Törölni fogod. Ni végződés és fog segédige. Gyakoroljunk tovább, írjuk át a mondatokat jövőidőbe. A nap lebukik a hegy mögé. Több módon is leírhatjuk a jövőidőt. Én így írtam le nektek, a nap majd lebukik a hegy mögé. Jelen időben van az ige, és ott a jövő időre utaló szó a majd. A kacsák eltotyognak a vízpartra. Írjuk így. A kacsák délután eltotyognak a vízpartra. De úgy is mondhatnánk, hogy a kacsák el fognak totyogni a vízpartra. Az is helyes lenne. És úgy van jól minden, ahogy van. Hát a van igének van jövő idejű alakja, úgy lesz jól minden, ahogy lesz. Köszönöm a figyelmeteket, remélem, hogy megjegyeztétek, hogyan kell a jövő időt kifejezni kétféle módon is, gyakoroljátok, jó munkát kívánok hozzá.